Több éves problémát jelent Szekszárd életében a tömegközlekedés fenntartása. Amíg 2012-ben elfogadott menetrend szerint közlekednek a buszok a megyeszékhelyen, ami rengeteg kiadással jár. A szolgáltató nyilvántartása szerint a városnak közel 250 millió forintos hátraléka van. Részben jogos a követelés. Sajnos sokat mennek az üres buszok, ezt szerintem mindenki látja, és többször tettünk javaslatot a menetrend felülvizsgálatára, nem tudom, mi nem történt meg, és ez a menetrendet mindenképp felül kellene vizsgálni, azon kívül a volánbusszal levő megállapodás ebben az évben lejárt, tehát 2023-tól vagy hosszabbítani kell, vagy más szolgáltatóval kellene a tömegközlekedést megcsinálni. Ezt a problémát is tárgyalják majd a csütörtöki közgyűlésen, ahol a szolgáltató cég megtartja 2021-es évi beszámolóját is. Egy másik fontos téma orvoslásáról is szó fog esni, ez a kóborállatok befogadása és tartása a Tolnai megyeszékhelyen. Ezt 2003 óta részben a szekszárdi állatmenhely végzi, ahol közel 180 kutyát látnak el, nem túl jó körülmények között. Arról a helyről, ahol most vannak, egy méltó helyre tudjanak elköltözni, ehhez kellene forrást keresni, és a sintértelepen, tehát azon a Szekszárd város tulajdonát képező sintértelepen, ami az autópálya kezdődés előtt található a Kesejűsi úton, ott egy igazán alkalmas, erre alkalmas helyet építeni, kialakítani, és mondjuk az állatmenhely működtetésével, tehát egy közös megállapodásba törekszünk. A csütörtöki rendes ülésen 53 napi rendi pontot tárgyalnak a képviselők.